Bronzéremmel zárta a szereplését Sáfrány Péter a junior judo Európa bajnokságon. Klubtársa a szintén MVSC versenyző Kriza Anna pedig az ötödik helyet szerezte meg a kontinens versenyen. Az eredmények értékét tovább növeli, hogy a vírushelyzet miatt jelentősen lecsökkent a versenyzési lehetőség, így a megszokottnál is nehezebb volt helytállni az erős nemzetközi mezőnyben. Elismerésre méltó miskolci eredményekkel zárult a horvátországi judo junior Európa bajnokság. Porecs városa adott otthont a korosztályos kontinens versenynek, mely során Sáfrány Péter nagyszerű versenyzéssel a dobogó harmadik fokára állhatott. A miskolci versenyző olasz és egy hazai ellenfelet legyőzve jutott a negyed döntőbe, ahol nem bírt a végül aranyérmet szerző francia vetélytársal. Így a Vigaszágon folytathatta szereplését, és először lengyel, majd izraeli ellenfele fölé kerekedve begyűjtötte a junior Európa bajnokság 90 kg-os kategóriájának bronzérmét. Én nem hittem volna, bevallom őszintén, hogy oda tudok érni. Így az év eleje fele, meg nyáron se, igazából azt hittem meg se lesz rendezve, de már amikor ott voltam, a hotelben egy héttel hamarabb már úgy elkezdtem érezni, hogy ez jó lesz, és hát teljesen elégedett vagyok vele. A női 52 kg-os kategóriában lépett tatamira a csapattárs Kriza Anna. A 17 esztendős miskolci sportoló román és portugál vetélytársát legyőzve érkezett a negyed döntőbe, de ott alul maradt egy holland ellenféllel vívott küzdelemben. A Vigaszág első mérkőzését megnyerve a bronzéremért küzdhetett, de a horvát ellenfél jelentette akadályt, ezúttal nem sikerült átlépnie a korábbi ifjúsági világbajnoki bronzot szerző miskolci tehetségnek. Egy nagyon hosszú szünetet követően neki sem volt egyszerű dolga az erős nemzetközi mezőnyben. A versenyzést is szerintem meg kell tanulni, annak is azt is ki kell tapasztalni, hogy mit, hogyan fejben, technikailag össze kell szedni az embert, és hát a koncentráció szerintem az egyik legfontosabb, amit otthon nem tudunk fejleszteni, csak versenyen. A versenyzőkkel készült és a junior Európa bajnokság tapasztalatait összegző riportunkat a jövő heti sportpercekben láthatják majd nézőink.